Ilyen zsákokkal indultak el a szemétszedésre az országos kezdeményezésű TESZED programhoz csatlakozott önkéntesek. Az akcióhoz egyre több magánszemély, vállalkozó és intézmény is társult, melynek köszönhetően több tonna szeméttől szabadították meg Szekszárdot. Horváth Jánosné, a társaskör általános elnök helyettese elmondta. Az Egyesület áprilisban a Szépítsük Szekszárdot mozgalomban is részt vett, ahol a nagy létszámnak és érdeklődésnek köszönhetően rengeteg, a környezetre is veszélyes hulladéktól mentesítették Újváros utcáit. Most viszont csatlakoztunk a TESZED mozgalomhoz, ez egy országos akció volt, amihez ugye szintén becsatlakoztak ezek a környező iskolák, magánszemélyek, társaskör, és itt csoportosan megyünk és szedjük a szemetet. Hozzátette, fontos, hogy mindenki érezze kötelességének, környezetének és élőhelyének tisztántartását, mert az utólagos szemétszedés több energiát igényel, mint az odafigyelés. A Szent Istvánháznak az udvarába fogjuk összegyűjteni, innét az önkormányzat el fogja szállítatni, és hát mindig szívesen részt teszünk ebbe a mozgalomba, mert ugye tesszük azért, hogy szép és élhetőbb, tisztább környezetben legyünk. A lakosság összefogásának köszönhetően immáron sokat szóra sikerült bebizonyítani, hogy képesek együtt dolgozni a környezet megóvása érdekében.